Az intézmény dolgozói a közösségi média oldalakon találkoztak több olyan felhívással, hogy más települések élelmiszergyűjtésbe kezdtek. A kezdeményezést jó ötletnek tartották, így a makói Eni is meghirdette az akciót. Krízis élelmiszerük folyamatosan van, de azt gondolták, hogy ahogy megérkeznek az első, magasabb rezsiszámlák, sok család kerülhet majd nehéz helyzetbe. Ezért azt szeretnék, ha minél több tartalékuk lenne, melyet nem egy adott időpontban fognak kiosztani, hanem amikor valaki valóban válsághelyzetbe kerül. Mint ahogy kértük is, tartós élelmiszerről beszélünk, tehát rizs, olaj, kristálycukor, tészta, esetleg konzervételekre gondoltunk, illetve ha valaki gondolna a gyerekekre, akkor olyan édességek, amik elállnak. A Népjóléti Intézménytől nem áll távol az ilyesfajta segítségnyújtás, hiszen több alkalommal volt már rá példa, hogy iskolák, illetve helyi vállalkozók és önkormányzati képviselők felajánlásaiból különböző adományokat osztottak szét a rászorulók között. Szerencsére vannak nagylelkű vállalkozók Makón, és rendszeresen szoktunk kapni tőlük zöldséget, gyümölcsöt, különböző terményeket. Ez itt az ukrán menekültek megjelenésekor is látható volt, illetve a Covid-járványban is többször kaptunk. Tényleg megmozdult a város, felajánlásokat kaptunk, amelyekből tudtuk segíteni a rászorulókat. A tartós élelmiszereket az intézmény főépületébe a Tinódi utca 8/A számmal várják nyitvatartási időben, azaz hétfőtől csütörtökig 8 és 16 óra között, valamint pénteken ugyancsak reggel 8 órától fél kettőig.